és, vagy ahogy a... Tehát ez teljesen szabályos, szimmetrikus, teljesen. De ez a hangja, ez nagyon fontos neki. Mert közben, amikor ezt tovább boncolgatjuk, akkor lehet látni, hogy elfelezzük ezt a ritmust, ezt a ritmust elfelezzük, akkor jön ki ugye ez. És van egy hangja, ez az és hangja, az a felé, a felében is találkozik abban a hosszú, tehát a nagy, meg a kicsi találkozik egy ponton tökre. És ez a teljes, ez a, amikor benn van a páros és a páratlan. És az benne a poén, hogy a magyar zenében az egyesítés a nagy poén, hogy páratlan, egyesítem a párossal. És abban megy az egész dolog. Tehát ebben ez az egyesítésről van szó. Ugyanúgy, mint amikor az agyunkat egyesítjük. Mert ott is arról van szó, hogy most mondhatjuk mágiának, hogy van egy valami, meg egy másik, és azt a kettőt egyesítjük. Tehát, hogy ez így működik. Ez a ritmusnak az alapja. És láttad, hogy még a Bach is erre írtam, mert ő is. Tehát, hogy ez így jön ki neki, hogy a ritmusnak lettek hangjai, ugye? Da 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 da. És ez hetesben van. Azért az, hogy le tudtad, érzés volt ez, vagy pedig ez a hét? Mert hogy mondjam, hogy nem lehet kihallani. Tehát sokan zenészek se hallják, most se, nem is értik meg. Nem. Akkor gyakorlatilag mégis mi az, amiből így mégis kikelt, vagy kinyílt? Hogy... Azt, hogy 10 évig hallgattam. De ha valaki 10 évig egyfolytában angol beszédet is, akkor megtanul ugyanúgy angolul hangsúlyozni, meg mindent meg tud csinálni. Tehát 10 év idő kellett hozzá, de ezt kőkeményen csináltam 10 évig. És utána már nem bírtam utána hallgatni zenét sokáig, nagyon sokáig. És akkor hallottam egy más névzenét, és abban hallottam meg, hogy az hétben van a zene. És akkor onnantól kezdve, hogy azt meghallottam, akkor elkezdtem visszahozni mindenre. Tehát ez volt nekem a legdöbbenetesebb, mert éreztem, hogy ebben nyomja a néni. Ez nem változik a... Nem változik a hogy mondjam, a tempó. Tehát ez nem úgy, hogy hosszabb egyik másik, hanem ez a tempó ketyeg a néniben, nézd meg. Kedves jó öreg édesanyám, mi hagyott itt jámar minket, kedves jó édesanyám. Atyan a jó Isten kell megcsend, és jó odalmat, amúgy vagy szállam. Köszönöm,
És az benne a poén, hogy nem feltétlenül kell, úgy énekelnek ezek az emberek, hogy nem feltétlenül egyre, hanem... Nézd meg! Tehát, hogy kiszakadt közülünk a legerősebb láncszem, ég édesanyjára. Jaj, kedves édesanyám, te legyed fáradt küszködött miattunk. Jaj, még bocsáss, soha nem tudjuk elsiratni, ahogy még érzem lenni. Jaj, mert nem tudjuk még szolgálni, kedves jó édesanyám, a sok fáradtságán. Fizessünk még a jó Isten gyermek, kedves jó édesanyám. Drága jó Istenem, nyugodt még a pót is mellette. Jaj, drága üreg kitállat és kedves jó üreg édesanyám. Hát ugye oké, ez most olyan, hogy ez egy tempó, tehát be lehetne lőni úgy teljesen, hogy pontosan, de nem, hanem ez végére teljesen úgy odaér, tehát mindig bárhol kezdi el. Ez ketyeg benne. Csak azért mondom, hogy ez nekem félelmetes, hogy hívják, példa volt. Vagy itt van egy ilyen, teljesen a magyar nyelvre megy az egész. Ugye mutatom neked, hogy mondjuk csak. Nem tudja, senki csak a jó Isten, milyen bánat nyomja az én szívemet, aki csak nap tengél lenne belőle, nagy a világ elborítna örökre. Aki csak nap tengél lenne belőle, nagy a világ elborítna örökre. A számok, amik itt mutatják, hogy mit lehet alátenni, abszurd az egész, mert általában párosan teszem oda, tehát nem úgy, hogy egyik nagyobb, a másik kisebb, és hogy kívül jön, hanem van egy szakasz, mit tudom én, ez a szakasz. Aki csak nagy tengél lenne belőle, aki csak nagy tengél lenne belőle, ez egy tempó. Aki csak nagy tengél ötre, aki csak nagy tengél lenne belőle, nagy a világ elborítna örökre. Aki csak nagy tengél lenne belőle, nem változik a tempó, nem ugyanaz, azt lehet alátenni. Nagy a világ elborítna örökre. Bármelyiket kicserélem, már megborul. Miért van akkor, hogy nem értjük, vagy nem tudjuk kiszámolni, hogy 7 vagy 8?
Mert hogy ezt beszéltük, hogy sok zenész se tudja, hogy az nem hajlandók elfogadni kézzel, nem hajlandók. Látja, itt van, hallja, nincs együtt. Mert az egyek ugye ott vannak, hogyha csak az egyek vannak, akkor ezért nem tudja az ember, hogy de hát az mindegy, mert ha ketted lenne három, akkor is az egyek igen. És hiába nézi, látja, és dudásoknál volt ez, hogy egyszerűen azt mondják, hogy ez nem így van. Tehát mutatom, és azt mondják, hogy nem így van. De valószínűleg azért, mert amit mondtál, a fülünk, mivel hogy páratlan páros lesz, páratlan páros, tehát hogy gyakorlatilag mindig összehozza, mindig érzed ezt a simulós páros ritmust. Nem azt mondom, arra, tehát én mivel erre gyakorlok, erre a ritmusra hegedülni, és az vagy a dobbal akarok együtt lenni. Ugye? Hogy megtanítsa nekem a dob, hogy mi egy időegység. És akkor egy néni, aki soha életében nem csinált, akkor egy tempót hogy tud énekelni így, hogy ha ki csapna. Tehát, hogy az pont a látod, hogy a izénre megy a szöveg. Ha ki csapna, tarti csapna, tarti csapna, tarti csapna, tarti csapna. Az benne a poén, mert, hogy ez a csi betű itt kezdődik, és a A betű itt, haki, csa, tehát hogy így tudják bepárosítani, úgy meg megmutatom. Az A betű van itt, a csi betű meg itt, ugye mert el kell kezdődni, hogy mint a dárszna, hogy el kell kezdődjön, hogy csa. Csapna. És akkor oda megy a hangsúly, mert hogyha mint a zongoránál néztük volna, és úgy lenne, akkor úgy lenne, hogy ha ki csapna, ide kéne ide tenni az ember, és nem itt kezdeni a csé betűnél. Tehát, hogy ez benne, ami érthetetlen az emberek számára, de én hallom, hogy tök együtt van a néni a dobbal. Hát hallom, hát lehet hallani. De azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ha analógiában megfeleltetjük, és nekem ez tényleg új nézőpont, és ahogy a hetes, mint alapegység, ugye eleve meghatározza az egész univerzumunknak a működését, úgymond ez egy jelentős a hetes. És hogy a magyar nyelv ezt őrzi a zenéjében, és a nyelvében, tehát gyakorlatilag a nyelvben keresztül, a zenén keresztül is, akkor a hetes tagoltság, tehát nem a hangzóban, hanem a ritmus hetes tagoltság. Igen. Sőt, annyit mondok, hogy mivel az ének, ugye az egy hanggal eltöltött beszéd. Az egy beszéd tulajdonképpen, ugye? Mert az beszéd. Csak hogy, tehát én itt tanítanék verset mondani dobra. Mert meg lenne neki a zeneisége, amit akar mondani, és akkor egyből kijönne, hogy ez, hogy... Mint ott a Dürerbe is mondtam, hogy a talpra magyarban, hogy kárhozottak ősapáink. De közben nem kárhozottak az ősapáink, hanem hogy van a részlet. Rabok voltak mostanáink, kárhozottak. Ősapáink, akik viszont nem, azok szabadon éltek, haltak, ugye? Tehát itt van a hülyeség, mert hogyha a magyar ritmus szerint mondja az ember, oké, hogy így van leírva, de hát az marhaság. Petőfi is így írta le, meg direkt utána néztem, hogy most nem tudom, nem az eredetit néztem, hanem csak néztem valamit, de hogy ez fontos kérdés. Igen, abszolút, értem. Hát más az értelme. Milyen kárhozottak? Semmi. A ősapáink nem kárhozottak. Mi vagyunk a hülyék. Igen. És ezt a háromféle dobot úgymond lehetne gyakorolni, és akkor a népdalainkat rá lehetne énekelni. Abszolút, igen. Ez csak és így ez lenne, így lenne az oktatási rendszerben is. Igen, ez lenne a jó. Hogy most akkor megcsinálható-e az, hogy azt mondom, hogy egy jó pár népdalt felének, utána mutatod, hogy itt
csak annyi, hogy gyorsítod a ritmust. De nem, nem fogod tudni elrontani. Nem. Azért nem tudod elrontani, mert a ritmus az vezetni fog téged. Ez olyan, mint egy egészséges szívverés. Ugye a ritmus zavaros, a szívverés, akkor mennek az orvoshoz az emberek, hát ez természetes. De a zenében ott nem erre, tehát az, hogy az idézettséget megtanuljuk, ahhoz ez a segítség kell, tehát ez a mangó kell, tehát oké, hogy gyerek is megszületik, de hogyha segítenek, akkor ez ugyanolyan dolog, hogy azért az biztonságosabb. Na most lehet, hogy hülye a példa, de azt mondom, hogy tehát akarom mutatni neki, nézd meg ezt a példát. Itt van, ez az egy ritmus. És a magyar nyelv az tök ilyen, az teljesen ilyen, hogy ebbe a ritmusba megy. Mutatom neked. És mit csinálok? Csak arra figyelek, hogy... És nem érzed, hogy ez páratlanba játszanám. Direkt ilyen, így játszom direkt, hogy véletlenül se. Tehát, hogy énekelsz, egy picit gyors. Tehát, hogy kis kece, ezzel erre mondjuk mi így. Nem úgy, hogy kiske, tehát máshogy van, amikor negyedekbe megy az egész. Igen. Mert így beszélünk, ez a magyar nyelv ritmusa. Erre jöttem rá. Amikor megcsináltam a Petőfi verseket, akkor erre a ritmusra, persze erre csináltam meg azokat a felsfeldolgozásokat, és nem jött ki sehogyan csak ebbe a ritmussal. Az értelme meg az egész. Tehát semmit nem kell, képzeld, hogy semmit nem kell csinálni. Ezt be kell kapcsolni, és ehhez igazodni. Látod, ez a magyar szó is, hogy igazodni kell megtanulni. Ugye, mert... De igaz, érted, igazul, az igaz, és az igazodni. Igazodni. Igen. Igazodni. Tehát, hogy nem így a sorba, hanem hogy igazodni. Hogy igaz legyen az ember. De itt például nem tudod kiszámolni a hármat, azért volt jó ott, ahol egy-két, mert itt csak tam, ezt hallod, és itt ugye mondtuk, hogy nincs olyan, hogy tátiti, de azért van. Ez tátiti, tehát tulajdonképpen a hogy hívják, a klasszikus zenetanítás, ez úgy vette annak idején, hogy van a hosszú, úgy hívták, hogy longa, amit most úgy hívunk, hogy tá egyébként. És utána mondták, hogy brevis. És azt mondták, hogy két brevis, tehát egy longa, az három brevisből áll. Ezt mondták ők annak idején. És nem ezt tartja a mai zenetudomány. És ez csak ennyi az egész, hogy ez tá, titi. Két dolog ez csak. Van egy hosszú, meg egy rövid. De nincs több variáció. Hosszú és rövid. És amikor ezeket összekeverjük, egymásra engedjük. Ilyen ritmusokat adnak ki. Egyszerűbbek. Ez kétfajta hetes ritmusnak az összekeveréséből van. Ugye, mert a hetes ritmus az lehet úgy, hogy hosszú, rövid, 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 hosszú, rövid, ugye, és utána rövid, rövid, hosszú. És nincs több variáció. Igen. Tehát ez a háromban, hogy ezt így lehet variálni, és ebből ez a három az, ami mozgatja az összes zenét. És igazából majd úgy van, hogy amikor, ugye ez egy páratlan egység, ez csak így. De hogyha kétszer veszem azt a páratlan egységet, akkor az már páros lesz, mert akkor 7 meg 7, az 14, ez is 7 meg 7, ugyanannyi az egység, és akkor jön ki ez a ritmus, amit szinkópa tátának hívnak most.
azt is tudom, hogy megfogtam egy szúnyó, ugyanúgy be tudom mindent gyakorlatilag. Igen. És így hegedülnek. Tehát ez benne a... Mutatok egy másikat. És le van lassítva. Ember, amikor csinálja ezt, itt kezdi el, de ez lesz neki a több páros, teljesen bepáros, tehát szabályos páros ritmus lesz, csak éppen nem 8 részre az egész osztva, csak 7-re. Csak ennyi, ez az egész, amit én láttam. És hogy itt kezdi el, hogy tal, és akkor úgy kezd néznek, hogy tök levasítom. Ember hullámoztatja meg ezt a hangot. Látod, és az esztamba hogyan jön ki? Ez nagyon, ez egy különös így hallgatni egy zenét, de az a helyzet, hogy ők ezt csinálják. Tehát, hogy ezt a hangot lehet hallani, hogy amit az előbb akartam neked mondani, hogy másolok le neked ilyen cédizét, a dobot, beteszed, és arra elkezdesz énekelni. És megmutatja neked ez a dob, hogy mi a zene. Én ezt így tudtam legjobban kifejezni, amikor én gyakoroltam. Nem engedte, hogy késsek, nem engedte, hogy elámuljak, hanem árad, így tud áradni a zene, hogy megy előre folyamatosan. Nézd meg, ha fölteszem ezt így a tempóba, akkor azt lehet hallani, hogy megy, mire... Megy előre, árad. Azért most akkor ez kérdezik egy furcsát, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy amit most mi általános iskolában tanulunk énekzenei könyveket, akkor azoknak a kottái nem biztos, hogy megfelelnek. Az biztos, hogy nem felel meg. És akkor azt gondolod, hogy ezt át lehetne esetleg, mondjuk kotta, ha most így azt mondom, hogy lehet látni számítógépen, amit eddig nem láttam, vagy nem hallottam. Igen. Akkor mit gondolsz arról, hogyha ezt így lenne lekottázva, vagy mert ugye tanulunk kottaképet iskolában, tehát hogy névdalokat tanulunk, nyilván hogy fül az első, de valami hozzátartozó formát is látni. Igen. Hogy mit gondolsz erről akkor, hogy ezt helyes lenne, vagy ez szerint kéne újra kottázni és értelmeznünk az összes magyar rendszert? De miért kellene egyébként a kotta? Tehát itt ez a kérdés, okay. Hogy miért kell a kotta? A kotta azért kellett,
hogy jöjjön a zeneszerző, és mondja, hogy játszod az én, nekem az én, én számomat játszd el. Ugye? Azért volt, és azért alakult ki ez az ego téma különben, ego, amikor ugye az ember ugye a reneszánszban egy magára talált, és akkor utána a romantika végére már teljesen az jött elő, hogy én aki állatilag tudok zongorázni, már Liszt veri meg mindenki. Tehát, hogy ez jött ki a végére. De nem kell kotta, mert miért kéne kotta? Nem kell. Most csak ott egyesben próbáltam gondolkodni, hogy most már nagyon sok mindent igazad van egyébként, na most elmondom az én saját tapasztalatomat. Én úgy tanulok kottából, hogy megnézem, milyen hangok vannak leírva. És azt behelyettesítem, tehát megnézem, milyen hangok vannak, ugye aki kottát leírja, az ő a saját nézőpontja szerint nézi, hogy mi egy fontos hang, mi egy mellékhang, mi egy 16-od áthúzva, tehát ő jelöléseket használ arra, hogy valahogy lepróbálja követni az egészet. De nem kell hozzá, tehát én azt mondtam, hogy elővettem a 4/4-es kottát, úgy tanultam a palackai zenét, valaki leírta tökéletesen a hangokat, meg a vonózást, és akkor megtanultam, és utána erre a ritmusra rátettem, és értelmet nyert utána. Tehát a kottát lehet használni, csak nem nem jó az időmértéke annak a kottának, a 4/4-esnek, nem jó. És azért, mert nem tükrözi a zenét, de ezt most bátran kijelenthetem, tehát a 4/4 az nem jó. Hát az milyen dolog ez a tök egyforma, hangsúly nélküli, tehát ritmus nélküli, mert tulajdonképpen ez nem ritmus, az csak egy ilyen gép, ami így nyomja. Ez a metrikusság szinte, majdnem már, hogy majd csak egyiket hozhatnám. Igen, mert nincs benne semmi, ami a zenére utalna, ilyen hang, illetve ritmus, és ebben a hetesben pedig, ahogy néztük, hogy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, és ta-ta-ta, és ta-ta-ta, és kis kecelányom, és ta-ta-ta-ta, és ta. Az az és hang nincs benne, hogyha a 8 részre hoztam az egyet. Nincs benne és, pedig az emberi nyelv is olyan, hogy azt mondjuk, hogy elmentünk a boltba, és vettünk egy kenyeret, és hazamentünk, és megkentük jól zsírral, és tettünk rá sót, és de mindig az és használjuk, mert az viszi tovább a gondolatot mindig, az és. A zenében is van és hang. A 4/4-ben úgy hívják, hogy auftak meg, stb., de az nem valós érték. Vagy szünettel próbáltak, ugye, hogy... Vagy szünettel, igen, vagy valamilyen jellel próbáltak, de az nem, hanem... Tehát ennek a... időmértéknek az anyanyelvi szintjét kell begyakorolni az embernek. De tovább firtatom ezt meg. Ez persze firtatom. Megmondom én. Mert hogyha valamit hallok, úgy mint itt a hullámformában lemérhető, akkor a kottában is, mert úgy mondjam el a gyereknek, hogy figyelj, amit itt látsz, mint ahogy felszoktam rajzolni, hogy 5 vonal az lenne a kis zsinórok, és ott ülnek a kis madarak, és van, aki magasabb, van, aki mélyebb, és az így van a hangnál is, hogy hallani lehet. És gondolom a ritmusnál is, hiszen leírható. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy a kiskece lányomat leírnám 7-be, de ahogy van. Igen. Meg az összes névnét, hogy így rögzüljön. Az teljesen. Ez valószínűleg ezt kéne, nem? Igen, csak nem tudtuk. Ezt próbáltam így mondani, hogy kicserélni akkor valósra a képet is. Igen. Az viszont nem jó, hogy én éneklem egy valamiben, és ott meg tök más van. Igen, tehát ez félrevezető. Úgymond a gyerekek számára, hogy tanuld meg, de nem baj, hogy nem azt látod. Igen. Tehát, hogy valahogy egynek az összhangját kéne, én ezt szeretném, hogy én nagyon biztatlak vagy valami, hogy most így én is tanítok, meg jönnek a gyerekek, érik a született népdalok, amiből megismerjük a világot, igen. Amiből leírták régen, hogy mi. Hogy ezt akkor a helyes tempójába, ha már leírjuk, mint szöveg, és hozzátartozó hangokat, akkor azt helyes metrikusságban az apró hangokat vissza... nem tudjuk jelölni. Igen, azért ezt régen is jelölték ilyen kis cirádákból. Igen. De az alap, hogy legalább az a 7, az 7 az a ritmus is, nem 8. Hogy ebbe gondoltam, hogy nem kellene de lehetne, át. De lehetne is, mert kellene hogy, is. Mert hogy más akkor, amit hallok és látok. Igen, egyébként meg teljesen így van. És
Csak ott zavarodtak be, ugye, amikor már 32-edek vannak leírva a kottába, ami egyébként meg kijátszhatatlan. Igen. Tehát olyan értelemben kijátszhatatlan. Igen. Meg az emberi hangot már nem követi. Tehát azért tényleg, úgy, hogy mondod, a kísérő, akár még a dob is, mert annyira gyorsan nem éneklünk, tehát minden tényleg a szöveghez viszonyítva. Igen. De egyébként meg teljesen jót mondasz, tehát ebben a le lehet írni, csak nem lehet, csak lókottába lehet leírni az egészet. Tehát látod, itt most ezt kikapcsolom, ezt a felsőt, és nézd meg azt, hogy gyors lesz egy picit, de nézd meg azt, hogy bácsi mindjárt mutatom. De így is énekeljük amúgy. Igen, így énekeljük egyébként, így énekeljük, mert állati rossz lenne úgy énekelni ebből a tátitivel, úgyhogy azt a kotta képet tükrözze. Ez teljesen így van. Akarom neked mutatni ezt, hogy énekli a bácsi ezt. Bácsi így énekli. Nem tanult, nem járt iskolában, nem tudja, hogy mi egy titá meg a tititá közötti különbség. És mégis erre így énekli, hogy miért így énekli magyarul. Hát itt is a csé betű elkezdődik, ott kezdődik, és csíra, tök szabályos közben az egész. Igen. Csíra. Tehát, hogy a bácsi így énekli ezt. Aztán nézd meg itt, hogy énekli a bácsi néni. Ezt az ismert dalt. Most mind a hetet ki fogja ütni ez a dob most. Next day.
én benne, hogy jó, most én is hallottam, hogy lehetne sokkal pontosabb, és ezen dolgozom, tehát ezek még nincsenek meg. Csak azt lehet megfigyelni, hogy itt megy 278, 270, és megy. És hogyha 278,2, akkor be lehetne lőni tökéletesre, de tehát, mert itt, hogy is mondjam, tehát ezek egész számok azért valahol. Tehát hogy nem, mert sokat számítani, hogyha végig 278,2 lenne, akkor tök másul lenne a vége. Ilyen lehetőség ez tulajdonképpen, hogy ő így csinálja, és lehet, meg azt akarom csinálni, hogy teljes pontos legyen. Teljes. Tehát, hogy pont azt a ritmust nyomjuk neki, úgy, hogy nem változnak közben ezek a számok. Mert egy picit, hogyha már csak egy ennyit arrébb teszem, mert az egész tök más lesz. Tehát el kell találni azt, hogy az pont oda menjen. Hogyha nem is találkozik pont néha, oké, jó, de hát... Tehát ezt be kell venni a tudományba. Meg lehet csinálni, oké, de akkor kellene csinálni 278,1, 278,2, és akkor úgy ki lehetne találni azt, hogy pontosan hogyan van, de nem az a lényeg, hogy pontosan hogyan van, hanem ebben a lüktetésben megy az egész. Ez a lényeg. Igen, mert mondtad, hogy nem úgy van a magyar népzenében, hogy tititál. Igen. Igen, a titi, de igen, Heidunnáról fújjasz. Az a tititá, az azért jött be a képbe. Azért jött be a tititá, mert eredetileg ugye így le van a nóta. Borsót vittem a malomba, azt hittem, hogy tiszta buza. Borsót vittem a malomba, azt hittem, hogy tiszta buza. És a tititába így emiatt jött be. Tititá érzés. Vittem a malomba, azt hittem, hogy tiszta buza. Borsót vittem a malomba, azt hittem, hogy tiszta buza. Borsót vittem a malomba, azt hittem, hogy tiszta buza. Tehát, hogy ott jön be, hogy ennek a, amikor 14 részre van osztva, és olyan hetessel kezdődik, hogy rövid, hosszú, rövid, akkor van benne a borsót. Tehát, hogy... Borsót vittem a malomba, azt hittem, hogy ez a jártató ritmus az gyimesieknél. És ez meg a hetes. De hallod, hogy azt hittem, hogy tiszta buza. Hát erre nyomja a bácsi. De hallott, hogy passzol, igen. Pedig ez abszurd, képzeld el, hogy szóval van egy ének a bácsi, és alá lehet tenni, és nézzük, hogy nem változik a tempó. Nem változik a tempó. Tehát ez az őrület benne, hogy tartja ő ezt meg. Ez a tudás. Tehát ez egy belső tempó, igen. Ami mindenkinek van. Igen, mindenkinek. Na most viszont akkor teszek egy fel egy érdekes kérdés, hiszen a jó, a magyar népzenének a hetesség az alap, mint ahogy a univerzumnak is, ugye mondtuk, hétfők egyszerű, csütörtök, péntek, szombatra, hét nap, hét bolygórendszer, stb., hogy a ritmusunk megvan. De ha azt mondom, hogy a nyelvi szinten más, mondjuk az olaszok máshol teszik a hangsúlyt, akkor ez rájuk nem érvényes? Tehát az ő népzenéjük nem hetes, hanem csak a magyar, vagy csak erre tudtuk megfeleltetni, hogy a magyar az biztosan hetes. És ugye én azt értem, hogy a magyart értem. A keleti is ugye hasonló. De az volt, hogy elcsodálkozott egy indiai dobos egyszer, meg egy másszor, meg egy marokkói dobos, együtt játszottunk. És akkor hozta a formát, így. És én meg értettem, hogy mit csinál, mert ismerem már ezeket a ritmus összeállításokat. És simán tudtam rá hegedülni. És nem értette egyik se, hogy tudok én arra hegedülni. Nem értették. És ott is a hetes volt.
Hát az, azt jár, én az, mert hallottam, hogy ta-ta-ta-ta, ezt játsszák. És akkor beletegyed az őrült. És mondom, hogy utána néztem, szerintem mindenki így csinálja. És a nyelv, lehet, hogy a nyelv, meg a valami, lehet, hogy azt, aki olaszul tud, annak is meg kéne ezt nézni, hogy ez hogyan van. De hogy ez az időmérték benned legyen, ezt, hogyha hallgatod. Én volt, hogy azt csináltam, hogy bent, és akkor ez így megy nekem, így ilyen nagyon halkan. Így ez a ritmus. Így, igen. És akkor, hogy megtanuljam az időmértéket, neki tanítani meg rá, hogyha nem én saját magam. És akkor erre mindent lehet. És akkor dúdol az ember magába, meg megszokja ezt a ritmust. Szóval azt gondolod, hogyha önmagában tanulunk népdalokat, akkor jó esetben bennünk van ez alapon még, vagy ha nem, akkor ezt már így kéne egy ritmussal megtanulni. Mert valószínűleg régen, meg amit mutattál, akik úgy éltek, nagyapám is tudja, hogy félbe jöttek. Egyébként szerintem én is, mert most így hallod, mindent én is el tudok ráérni. De könnyű, ugye? Meg logikusan is hangzik, jól hangzik. Ezek, hogy nekem néha voltak így, hogy amit mondtam, hogy nem oda, mert nem azt szól belül. Igen. Simán lehet, hogy ezért, nem biztos, de mivel énekes voltam, és ez volt többször, hogy de hát itt már nem ott vagyunk még. Igen, ez nekem így van. Volt. Ezt elhiszem, hogy így van. És de nagyon érzékeny vagy, úgyhogy biztos, hogy ez úgy működik. Gondolod, hogy emiatt lehet? Biztos, mert én nem tudtam, igen. Hogy miért. Ártatlanul érzékeny, tehát érzed, hogy hogyan van így. Na ezért érzem, hogy talán jó esetben bennünk van. Bennünk van. Te a gyerekekkel, hogyha ezt csinálják, kis kecce, hogyha csak van egy hosszú, meg két rövid. Igen. És már ki fog alakulni utána rögtön. Na én ezt szoktam mindenkik ezt. Az jó, az teljes jó. Igen, fordítva is, így is, úgy is. Volt ilyen kis nyelvi játékokkal, mert ezt hozza meg. Hát ez óriási felfedezés. Tehát gyakorlatilag akkor azt kéne mondjam, hogy minden dalt meg lehetne hetesben. Igen. Ugye mondtad Bachot, meg himnuszt. Igen, minden. Tehát gyakorlatilag minden így volt íródva. Ez ugyanebben a ritmusban írva, mert úgy jó hallgatni, úgy jó. Tehát úgy ez van másban leírva, mert nem így van leírva. Igen. De abban az időben, amikor még közelebb voltak az Istenhez a 15. században, meg 16. században, meg ugye a Bachéknál, ugye akkor még sokkal közelebb volt mindenki az Istenhez. Tehát mindenki. Most már nagyon eltávolodott mostani korban. És még az én életemben is tetten érhető az, hogy amikor gyerek voltam, akkor amikor énekeltek együtt az emberek, akkor együtt tudtak énekelni. Ha ma énekelnek együtt az emberek, össze-vissza énekelnek. Ha észrevetted volna, hogy 20-30-an énekelnek, nem tudják azt a sodrós, azt a hömpölygős, azt az együtt éneklés, nem tudják. Mert nem, nincs mihez igazodjanak. Mindenki a saját elképzelésére van hagyatkozva, és az kevés. Igen. Most így gondolkodtam ezen, hogy jó lenne megnézni így más, mert ha a nyelviség adja a ritmust, akkor lehet, hogy ez a magyar nyelv és a keleti, mert nem. Viszont nem tudjuk, hát most így képzel egy pigmeus, most én nem tudnám megmondani, de lehet, hogy a csatlóból nyelvükkel, lehet, hogy ők is valami ritmus nyomnak, meg lehet, hogy mindenki ritmus nyom, és lehet, hogy ugye, hogyha hetesre mondjuk rá a verset, és nem úgy, ahogy a színművészeti főiskolán tanítják, hogy a pátosz, meg az előadásmód, meg a mit tudom én, hanem így lenne, hogy talpra magyar, híja haza, itt az idő, hiszen hogy most nem tudnám, ebben nem foglalkoztam, hogy mondjak rá erre valami szöveget,
de biztos vagyok benne, hogy ez így működik. Sőt, az Iliánnal csináltam olyant, hogy dobot tettem be neki, és azt mondtam, hogy na most mondd rá a verset. Meg is keresem, hát ha megvan. Mert ott aztán teljesen állati jó volt. De most ezt megkeresem, nagyon régen hallottam. Ilyen verset. Ja, igen, itt elálltettem. Szülőföldem, ó kicsi hazám, autón fénye kutatta suhanc lépteim nyomát, melyekben ott az elrugaszkodás lépteim. Beleszédülök a fájdalomba mindig, mint egy elhagyott nőbe. Száguldok Székelyföldre, de szívemet leszakítja egy faág. Egy illat, vizei illata, s az akácfa virág. Ó, anyámnak földje, alszik az én anyám, őseim a temetőben, meg sem állok az éjben, suhanok ladányon át, integetnek a templomok. Fütyög az állomás. Utánam dobja magát egy pásztor botja, hangot is hallok. Hé, megállj! De szárgulok át az éjszakán. Mindenki azt. Csak az én ifjúságom bír azt itt. Éltető, varázsló szemeim parázslanak, a csillagos ég alatt, ezek a szent szemek, lángol mellettem szülőföldre. Na, érted, hogy mit mondok? Igen. Hogy az volt, úgy vettem föl vele, hogy betettem ezt a dobot, és mondom, hogy mondjad rá. És látod, hogy passzol az egésznek, van egy zeneisége lesz tőle. Na, szóval, hogy visszafejtegetve, inkább csak így hangosan gondolkodom, vagy kérdezem, hogy elképzelhető, hogy minden nép zenehetes, hogyha abból indulunk ki, hogy a magyar egy olyan ős műveltség, mag, nyelv, ami meghatározza az alapbehangoltságot, hiszen az ős is, amikor mi közelebb voltunk Istenhez. Vagy pedig szétszorodtunk, és a nyelvek hoztak más ritmust, és nekik nem hetes. Mondjuk egy olasz, vagy egy francia, vagy úgy tudom, nem hetesek a népzenéik. Nem én sem tudom, de mondjuk ebből a visszakeresésre meg lehet csinálni. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Hát a Bábelnél az nem az volt, hogy nem értették az emberek, hanem nem tudtak tehát azért mondtad neki, hogy fent, az meg nem értette, hogy fent. De nem azért nem értette, hanem mert hülye volt, hogy nem érti. Tehát az volt, hogy nem volt behangolva az agya, nem a nyelvek lettek, hogy olasz, francia beszéltek, hogy egyből mindenki más nyelven kezdett, hanem ugyanazon a nyelven beszéltek, és nem értették egymást. Most is ugyanaz van. Igen, ez tehát igazából is ez. Tehát, és hogyha azt veszük alapul, hogy a oxigén, ez a szó, oxigén. Tehát, hogyha azt veszik alapul, hogy a latin, az egy ugye állítólag csinált nyelv, ugye, hogy az gyártva lett, akkor, és megkeressük benne azokat a magyar vonatkozásokat, amik visszafele jönnek, hogy az én szó, ugye, én, az a legfontosabb mindenkinek, az én szó, a legkisebb kukacnak is. Mikor kiásod a földből ki, akkor menekülne vissza, ő saját magát félti annyira, hogy nem akar konfliktust, horogra kerülni. Tehát az én, az a legfontosabb dolog mindenkinek az egész életében, az én. És akkor, hogyha azt mondjuk, hogy gén, akkor az mi? És azt mondjuk, hogy genezis. Azt mondjuk, hogy génezés, és ki tudja, 35 ezer évvel ezelőtt mi volt, ugye, amikor azokat a piramisokat építették valahol, és azt se tudják, hogy építették, csak találgatják. De most, hogy mondod, akkor ennek következtében én azt gondolom, hogy valószínűleg minden nyelv a hetességből indul. Biztos. Én szerintem még meg fogom nézni a szívem verését. Én azt nem csináltam. Tehát ide kell tenni egy mikrofon, de lehet, hogy mindjárt megcsinálom. Tehát megy a zene. És
ezt most csináltam először a múlt héten. Mert amikor nem volt a látévadó, nem tudtam vele együtt játszani. Nem tudtam. Aha. És akkor le is tettem róla, mondom, hát én nem tudok ennyire elgerülni. És ez... hogy így nyomjam, múlt héten csináltam először. Pedig már évek óta csinálom ezt, tehát mindennek eljön az ideje. Azt akarom mondani, hogy ez a szív is ilyen, hogy már nagyon régi tervem, és egyszer csak be fog jönni, hogy az is úgy ver hétbe. Az biztos, hogy páratlan. Tehát, hogy a... Az biztos, hogy nem biztos. Az már kiszegdő, mert az arányok is, amikor mondják, hogy mi közötti érték jó, az egy sem tudod párosítani. Igen, nem, azt nem lehet párosítani. Tehát nem tudod. Illetve úgy lehet párosítani, ugye úgy lehet, hogy ha hosszat elfelezzük a hetest. Az is páros, 3,5, meg 3,5, az 7. Tehát be tud jönni az érzés, de maga az, hogy ugye a szívkép is így néz ki, tehát ez nem egy ilyen igen. Tök szabályos izé. Persze. Hanem az úgy néz ki, most akkor az elején is ugyanilyen, hogy az is hullámokból áll, mint az egész világon minden. És ezek a hullámoknak a megfelelő pontjai, amit még az aranymetszésnél is, abban nem ástam le magam az aranymetszésbe, de ott is körülbelül ugyanez van, hogy a nagyban úgy van benne a kicsi, hogy mint ebben a ritmusban is, hogy találkozik egy bizonyos ponton a nagy meg a kicsi, és méghozzá egy nagyon fontos ponton találkozik, ahogy az előbb mutattam. Hát az arany az arány, itt ebben az esetben az igen. Arány számot mutatja. Egyébként az arany és az arány az ugyanaz. Igen, igen. Ilyen arányban, hogy az van a legkevesebb arányban, és mennél kevesebb arányban van valami, annál értékesebb. Igen, és igen. Attól az arany a legértékesebb. Igen. Tehát gondolom én. Igen, ez így, nem, ez teljesen logikus. És a Fibonacci, mint aranymetszés, ez is egy arányszámot mutat, a számok arányosságát, hogy hogyan az 1-2-3, hogy összeadod a számoknak a... Hát figyelj, ez viszont most esett le nekem, amiről beszélünk, hogy eddig oké, már megfejtettem, hogy óriási, hogy akkor a hetesség a magyar népzenére jellemző, és nem a hangok tekintetében, hanem a ritmus tekintetében, igen. Nagy ritmus hetesben adja. De ha így nézek erre, akkor ez egy akkora felfedezés, amit majd lehet, hogy nem is most fognak bebizonyítani a tudósok, hanem később, hogy az egész világ, hiszen azt mondom, hogy hétre, a kozmikus csillag, a kozmikus rendhez igazodik minden is a hetes benne van, akkor én erősen gyanítom, hogy az összes... Biztos nem nyolc, az biztos, hogy nem nyolc. És akkor valóban ott adunk ki, hogy a rendelet és az a fajta elhangolás... Igen, az direkt. Ami direkt van, és ezért így nem is érezzük annyira igen, igen. Ezt. Húha, ez egy óriási dolog most, amit így mondtál. Is, tudom. De nekem most esett. Ja, értem. Mert eddig csak a magyar zenével felett. Tehát, hogy oké, a magyar népzenének ez a jellegzetessége, hogy 7. Fú, de jó. No, de akkor valószínűleg az összesnek. Valószínűleg. Azért mondtam, hogy én tudtam játszani az indiai mókussal, meg a marokkói mókussal úgy, hogy nem értették, hogy én hogy ismerem azt a ritmust. Közben, mert ők ugye találkoztak már zenészekkel, és ők nem tudtak együtt játszani alkalmasin, tehát úgyhogy tökéletes. Tehát. Én meg tudtam, mert én azt a hetes rendszert ismerem, ami tudtam, hogy ők abban játszanak. Hallottam. Óriási. Tehát ez India és Marokkó, ez két földrész. Óriási. Tényleg az nekem most így most gondolom, most esetleg. Nem, ez nagyon durva, nagyon kevés vagyok hozzá, mert nem bírom egyedül ezt csinálni. Ezeknek az oldalágait megnézni. Mert meg lehetne nézni ugyanúgy. Meg, és szerintem érdemes is lenne így ebbe jobban belevenni, és mást is így, mondom, erre kicsit vonatkoztatni, mert én a könyved után én elkezdtem. Előtte is már a magyarságunk, hogy mondjam, a zenében való foglalkozás, meg a nyelv, aki egy kicsit így belemegy, az beleszeret, és meglátja. Hát ez egy csodálatos játék. Tehát én imádom.
és nem is nagyon tudok, tehát minden helyzetben így jönnek, mindegyik milyen társaságban, de ez egy ilyen feje tetejére állítja. Ez feje tetejére. Ez abszolút feje tetejére, hát ez egész zenére való, vagy a zenéhez való. Hát viszont... de most képzeld el a 15. században, vagy mikor volt ez a 16-ban, nem tudom már, amikor mondták, hogy jött a Giordano, meg a másik, ezek a fejek, akik azt mondták, hogy nem, hát így nézzél bele, a távcsőbe nézzél bele, és láthatod, hogy nem a Föld körül forog, hanem mi forgunk egy naprendszerbe. És hát az, akkor sem értették, tehát feje tetejére fordították az egészet. Persze, hogy vannak olyan népdalok, amiket lehet ötösbe számolni. De ne akkor sem 8-asba, meg lehet, hogy van, ami nem pont 7-es, mert vannak, de ez nem a nagy többség. Ez olyan, mint hogy itt is megterem a citrom Magyarországon, meg a narancs, de nem, nincs úgy elterjed. De azt akarom neked megmutatni, hogy 3-at, tehát a triolát, erre a 7-esre simán rá lehet nyomni a triolát. Mindjárt megkeresünk. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan. A füzesi zenészek játsszák ezt a idét, az, hogy... Ezt simán lehet 3-ra mondani. Onnan jöttem rá, hogy amikor van egy Petőfi dalfeldolgozás. Ez csak egy ilyen, úgy állítottam össze, hogy megkértem a Ferit, hogy a cimbal most, hogy játszol ilyen akkordfelbontásomat, mm-hmm. hogy alá tudjam pakolni. Egyébként jobban meg tudom. Thank you.
azt akarom mutatni, hogy ebben simán benn van a hármas. Igen. Tehát az a triolázás. Nem négynegyedből fakad az, hármasból fakad. És a másikat azt akarom mondani, hogy nyugati zenébe, ez a ritmus van. Szabályos, hogy ez a nyugati, tulajdonképpen ez a nyugati négynegyed, tehát nem négy, tehát a beosztása az egésznek ez, hogy az ír zenében is nagyon gyakori, meg a sok zenében ez a hatosság. Meg kell csinálnom ezt úgy, hogy ne csak, hogy ez alá tegyek egy hetes dobot, mert simán be lehet tenni alá hetes dobot, csak még nem csináltam meg. A Hunzenében, amit nem ezt készítettem. Igen. Na, ott van nekem is az egyik kedvencem, ez a... az a dal, hogy nem kudolok senki másnak. Igen. Ez így nagyon jó, és ott van ez, hogy tudom, ott hogy úgy szépen építkezik ugye a klasszikus gitár, és ott lehet nyomon követni, és ugye az ének, aztán olyan nagyon szépen semmi pontozás, ott nagyon szépen összeírít. Tehát, hogy annyira jól kiegészíti. Ott az hetes. Fú, hát az... Ott van egy tévedés és... azon a lemezen egyébként, ez az árok, amit hatosba csináltam meg direkt, de nem jó, hetesbe kell megcsinálni. Mondjuk nékem a 6-8-ad is tud érvényes lenni, mert szoktam, hogy egy-két, de látod, hogy a hetesre rámegy a hatos, az előbb mutattam. Rámegy, és az csapott be engem, hogy rámegy, de igazából a lelkület az mégis a hetest kívánja, annál a nótánál. Nem kell a kotta, most komolyan. Mert beszélni is úgy tanulunk, hogy hallgatjuk. Nem úgy tanulunk beszélni. De olvasni már nem. De amikor már van fogalmunk az elvont gondolkodásra, akkor kezdünk olvasni. Ez igaz. Tehát akkor, amikor teljesen elvontani is tudunk, mennyország, angyalok, ördög, minden, ami sárkányok, tehát az már teljes elvont gondolkodás kell, ahhoz akkor kezdünk el olvasni, írni, tanulni, amikor már tudunk beszélni és gondolkozni. Tehát a zene is olyan, hogy először kell megtanulni zenélni, és utána kell leírni. A másik, ami nagyon érdekes, hogy énekelj részéges egy hangot, akármilyen hangot. Mi. Igen, a hosszan. Mi. Megszólalt. Még egyszer próbáljék meg. Hallod? Igen. Na. Ugyanezt az ember saját maga is meg tudja csinálni. Nézd ide. Tehát ez volt a apósomban, az egy ilyen olyan lelki állapotban van, így mondd már hangosan, nem halljuk. Így tud beszélni. Mondtam neki. Gyere le ide a izébe.
kinyóba, beteszek egy mikrofon neked, és jó, ez 8 és annyi hang is. És akkor azt csináltam, hogy... És olyan felhangok jönnek elő, és azt mondtam, hogy ez, ami megváltoztathatja az embernek a DNS-ét, de most komolyan ez a fajta dolog, hogy te saját magaddal énekelsz. Az az értelme, mert látod, hogy az ugyanúgy, mint a hegedűtől jöttem rá egyébként. És ők ketten csinálnak még, és nem csak egyet lehet, tehát ehhez megfelelő idegállapotta, olyan mély hangok jöttek el, hogy nem tudtam, vagy így megijedtem. Erre gondoltam egyébként, hogy ilyen, ezt teljesen lehetne öngyógyításra használni. Tehát én ezt észrevettem. Ja, és akkor befejezem a történetet. Ide ültettem, kimentem, mondom, Imre, ide, hát úgy viselkedek vele, mint egy apósra, tehát. És akkor mondta neki, ő be is ült, és akkor énekelt. Fél óra múlva visszajöttem. Na mondom, akkor próbáld meg, úgy kijelöltem neki ugyan egy ilyen szakaszt, és mondom, énekelj hozzá, majd fél óra múlva visszajövök. Visszajöttem, és te, a hangja, de teljesen visszajött. Teljesen. És utána két napig maradt, és utána elmúlt. Megint ez lett. És két nap, de úgy, hogy de ezt így akarom mondani, hogy teljesen visszajött a hangja, megjött. Mitől? A rezgéstől, a tudatos rezgéstől. Tehát ezen gondolkozok, hogy ezt a projektet is valahogy be kéne újítani. Te is hallod a kórusokat, ők nem tudják, hogy össze kéne rezgetni. Ők csak éneklik, hogy dú, vagy éneklik valami, énekelnek valamit, de nem tudják, hogy az benne a poén, hogy ezt összerezgetni, és akkor megszólal egy ilyen katedrális. Tehát ennyi, hogy nem tudják, de ha tudnák, tehát akár kórusban, hogyha olyanokat csinálsz, vagy valamit együtt énekelnek több szólamba, akkor ezt ki kéne valahogy tudatosan, hogy tudják. Ezek nem felhangok, amiket képezünk, hanem alhangok. Tehát ezek al, mert onnan lentről jön valami, nem tudom mi. Ez nem felhang, hogy még pakolódik rá, nem, hanem ez előbb bújik egy ilyen fantasztikus, nem tudom mi. Mint mondjuk tudat alatt, tudat fölött, ez is ilyen hang alatt, valahol a felszín. Nem, ez alatt, nem, de nem felhang, mert mindenki mondja, hogy felhang, nem. Alhang. Alhang, ez alhang.